Jó estét kívánok, köszöntöm a paletta nézőit. Az Atomenergetikai Múzeumban az zárt ajtók ellenére is zajlik az élet, bár az utóbbi hónapokban a veszélyhelyzet miatt főként csak a virtuális térben. Az online játékok mellett a múzeum közösségi oldalán hetente többször jelentkezett a fifikus fizikus, online tartották az idén a Tellerede vetélkedőt, és megjelent egy interaktív mesekönyv is. Ezekről beszélgetünk Enyedi Bernadettel, az Atomenergetikai Múzeum vezetőjével és Krizsán Árpád múzeum pedagógussal. Köszöntelek benneteket! A veszélyhelyzet kihirdetése után nem sokkal már megjelentek videók, játékok az Atomenergetikai Múzeum közösségi oldalán. Hogyan terveztétek meg, hogyan találtátok ki ezeket a programokat? Ugye első lépésünk az az volt, hogy már minket is váratlanul ért ez a helyzet, tehát nem lehetett az ezt megelőző hetekben erre konkrétan készülni, de amikor megtudtuk, hogy ez a helyzet áll fenn, vagy ez az élet vár ránk most néhány hétig, vagy néhány hónapig, akkor ugye az volt a fő célunk, hogy azokat a fő céljainkat, amik egyébként normál időszakban is jellemzőek, azokat tovább tudjuk vinni. Tehát ezek főként a természettudományos ismeretterjesztéshez kapcsolódó olyan tevékenységek, amelyeket a különböző korosztályokhoz tudunk igazítani, és ugye ennek megvannak azok a szegmensei, amivel egyes témák irányába el tudunk indulni. Tehát az, hogy mi a fizika oktatást nagyban igyekszünk segíteni a tanév folyamán is, tehát egy normál múzeum pedagógiai tanévben is erre számos programunk van, ez ugye jellemző, és ez volt a például a legelső olyan aktivitásunk, vagy a legelső között volt ez, hogy ezt valamilyen módon át tudjuk ültetni az online világba. Tehát ezen kezdtünk el gondolkozni, és hát ennek apropójára igazából, tehát nem is tudom, hogy általán már az első vagy a második héten, meg tudtunk jelenni a fifikus fizikus adásával, ami egy online úgymond korepetálást jelentett a fizika különböző témaköreit illetően, de azért a korepetálást nem csak úgy lehet érteni, hogy konkrétan a tananyaghoz kötődő konkrét kérdésekre adott árpi választ a műsorban, hanem az egyes témákat dolgoztuk föl, amelyek igazából... Hát mindent, ami a fizika tananyaghoz kapcsolódik, és nyilván ugye azokat a témákat részletesebben, amik a múzeumban is megjelennek. A fifikus fizikus nagy népszerűségnek örvendett már a tanév ideje alatt is. Most nézzük meg egy bejátszást a folyékony nitrogénnel. A következőnél megnézzük, hogy mi van akkor, ha bezárjuk a folyékony nitrogént. Először veszünk egy lufit, öntünk be egy kis folyékony nitrogént, és lezárjuk a lufi száját. Most, hogy várunk egy kicsit, akkor... Ez rendesen szólt. Na, hallhattuk, hogy a lufi felrobban. Nyilván ez történik, hogyha egy zárt edényt elkezdünk pelegíteni. Nyilván ezért fontos az, hogy zárt edények hőmérséklet változása, de nagyon figyeljünk arra, hogy előbb-utóbb valami engedni fog, hogyha túl nagy a hőmérséklet változás. Nyilván hőmérséklet emelkedésről van szó. Most nézzük egy olyat, amikor kicsit irányítottabb a dolog. Robbanás lesz annyiban, hogy nem tudjuk, mikor fog bekövetkezni a folyamat. Egy kis nitrogént öntünk egy műanyag palacba, és ezt egy gumidugóval lezárjuk. És akkor hát nyilván is az történik, ami az előbb, a robbanás annyiban megtörténik, hogy kilövi a dugót, viszont ennek a rendszernek van egy gyenge pontja. A gyenge pont az nem más, mint a palack szájának és a dugónak a találkozása, és amiatt ez egy nagyon fontos kísérlet, az, hogy egy szép energia átalakulási folyamatot lehet látni, hiszen a folyékony nitrogénvel tudjuk, hogy nagyon hideg hőt veszel a környezetétől, amikor kellően nagy lesz a nyomás a palackban ahhoz, hogy kilője a dugót, akkor a dugó kirepül, először lesz mozgása, aztán pedig helyzeti energiája. Tehát gyakorlatilag hőből mechanikai energiákat fogunk nyerni. Na most ezt egy kicsit lehet módosítani, és akkor ez egy kicsit talán durvább kísérlet lesz. És megfordítjuk az egészet, a megfordítás pedig úgy néz ki, hogy lezárjuk mi dugóval a palackot, és megtartjuk a dugót. És ebben az esetben a palack fog elrepülni. Ahogy látszóval azért kicsit nagyobb távolság repül el, hiszen a palack lényegesen könnyebb, mint a gumidugó. Ez egyébként a Newton harmadik törvényére vonatkozó hatás-ellenhatás, vagy a rakéta meghajtás elve volt. Hogyan készültél fel ezekre a játékos ismeretterjesztő foglalkozásokra? Milyen szempontok mentén építetted fel ezeket?
Hát az élőadásoknál elkezdtünk egy olyan témát kidolgozni, vagy hát elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan is lehetne felépíteni a fizikát. Ugye első körben vártuk volna a kérdéseket, aztán ezek érkeztek is, de hát valahogy el kell indulni, és hát az volt az alap gondolat, hogy hát kezdjük azzal, hogy amitől a fizikában tart az ember, ezek a mértékegységek, a számolások, és akkor ezt próbáltam úgy megmutatni, hogy mennyire sok helyen találkozunk igazából ezzel, és a fogalmazás mennyire fontos lehet. Aztán ugye a legegyszerűbb, amit vizsgálni tudunk, a mozgások vizsgálata, tehát igazából amivel minden nap találkozunk, azzal indítottunk, és akkor szépen eljutottunk odáig, hogy az utolsó téma az gyakorlatilag az energia kérdése lett. Persze az energia minden témánál előkerült, de akkor kimondottan az energiával foglalkoztunk. A szóba került a villamos energiatermelés, közlekedés, a háztartások energiafelhasználása, tehát én azt gondolom, hogy eléggé összetett és sokrétű lett az egész. Ezek a kísérletek, illetve jó részük otthon is elvégezhető? Nem mindegyik. Van néhány, ami otthon is elvégezhető. Ezért volt egy olyan élőadásunk, amikor a gyereknaphoz kapcsolódóan pont olyan kísérleteket mutattunk be, amiket otthon is el lehet végezni, és gyakorlatilag bármilyen korosztályú gyerek tanulhat belőle. Ezeket egyébként óvodáskorúakkal is meg lehet csinálni, legalábbis egy részét. Aztán nyilván ugye a többi kísérlet azért elmegy a villamos energia irányába, tehát azért elég sok olyan dolog van, amit otthon már nem biztos, hogy el lehet végezni. Nem azért, mert veszélyes, hanem egyszerűen nem lehet hozzáférni bizonyos eszközökhöz, tehát ezeknek taneszközöket használtunk egy csomónál, ugye a folyékony nitrogénhez nem lehet hozzáférni, úgyhogy azokat nyilván nem lehet megcsinálni otthon. Hogy néz ki ez a gyakorlatban, illetve hogy nézett ki? A múzeumban vettétek fel ezeket, vagy otthon hogyan készültél fel ezekre a kísérletekre? A kísérletek egy részét egyébként a múzeumpedagógiai foglalkozásokon be szoktuk mutatni. Így tulajdonképpen a múzeumban minden adott volt ehhez, úgyhogy a múzeumban is vettük fel az egészet, tehát összeszedtük azt, hogy melyek azok a blokkok, amiket egyben könnyen tudunk kezelni, szépen akkor mindegyik videót sorban megcsináltuk. Más program is kapcsolódott-e még a fizikához? Árpi élő Facebook bejelentkezésén túl forgattunk fizikai kísérletekről videókat a múzeum épületében, ilyenből készült 14, ez még a napjainkban is látható, mert hogy ezekből minden héten hoztunk egyet, általában szerdai napra időzítettük ezeket. Ezek között vannak nagyon, nagyon látványos kísérletek is, amelyek valójában tényleg csak a múzeum falain belül, vagy azok között, a keretek között valósíthatók meg, tehát semmiképpen nem az otthon elvégezhető kísérletek kategóriájába tartoznak, de nagyon kedvelték ezeket a Facebook látogatók, vagy igazából akikhez el tudott jutni, mert hogy volt olyan videó, ami több mint 300 ezeres megtekintést is elért a Facebookon, tehát ezek nagyon, nagyon jól működtek. Melyik volt ez a nagyon népszerű, ezt tudjuk? Hát igazából több is volt, nem melyik? Több is volt, a transformátorra akadtak rá nagyon sokan, illetve a folyékony nitrogénes kísérletek közül azért volt egy olyan, amit tehát egy palackot robbantottunk föl, és akkor hát ugye amikor a nyomást azért az ember szemlélteti, az nyilván látványos tud lenni, úgyhogy ezek voltak talán a legnépszerűbbek. Igen, de talán volt 3-4 olyan kísérlet is, ami 300-400 ezer megtekintést is elért, tehát ugye azt lehet mondani, hogy így tehát összességében népszerűek voltak. Ezt fel lehet használni egyébként az oldal népszerűsítésére, és úgymond ezt a veszélyhelyzetet és az ezzel járó programokat? Hát nyilván most ez adott egy ilyen lökést is ennek a munkának, mert hogy korábban is megvoltak ezek az anyagaink, de nyilván a normál működési rendben, vagy amikor a látogatókat fogadjuk, és a személyes kapcsolaton van a hangsúly, akkor nem annyira a közösségi média felé fordulunk, de minden esetre egy jó tapasztalat volt ez számunkra is, hogy a kettőt párhuzamosan is lehet majd csinálni, amikor újra visszamegyünk a múzeum épületébe, és látogatókat is fogadunk majd, akkor igazából a kettő nem zárja ki egymást, tehát ezek nagyon jól működnek ebben a térben is. Addig, amíg ez bekövetkezik, milyen programokkal várjátok még az érdeklődőket? Hát a kiterjesztett valóság alkalmazásunkhoz kapcsolódik, az a másik lényeges aktivitás, amit hát szinte a legelejétől, a veszélyhelyzet kezdetétől kezdve használunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amit korábban már a múzeumban látogatáskor már megtapasztalhattak a látogatók, hogy van egy
igazából egy kód, vagy illetve egy okos eszközzel felismerhető olyan felület, aminek kapcsán ugye 3D-ben tekinthetők meg különböző műtárgyak, vagy különböző munkafolyamatok az erőműből. Ezeket szoktuk vinni egyébként a kitelepüléseinkre, tehát hogyha valaki ismeri a múzeum munkáját, akkor ezzel biztosan találkozott már, vagy a Városnapján, vagy egyéb rendezvényen, és ezt ültettük át szintén a digitális térbe, tehát ennek korábban csak ez a verziója volt, hogy ezeket vittük magunkkal, és igazából ezt, tehát még az olyan rendezvényeken is, mint például a Tudományok Fővárosa, vagy tehát számos olyan nagy rendezvény keretében is meg tudtuk mutatni, amiken az elmúlt időszakban jártunk, de így online most használtuk fel először. És ehhez kapcsoltunk még egy olyan játékot is, hogy még érdekesebb legyen az egész, hogy nem mondtuk el előre, hogy mi az, amit felismerhetnek majd az okos eszközökkel az érdeklődők, hanem csak egy kódot adtunk meg, és azzal, hogyha valaki letöltötte ezt az alkalmazást, illetve felismerte azt az adott tárgyat, vagy tevékenységet, amit éppen mutatni szerettünk volna, akkor ezt vissza lehetett küldeni, és akkor egy sorsolás keretében utána ajándékot is lehetett nyerni. Tehát ez zajlott, hát valahogy ez is március végétől, és gyakorlatilag a mai napig is tart, tehát erre még lehet számítani a nyár folyamán, és ezeket most nagyjából két hetente hozzuk, ezeket a játékokat. Milyen az érdeklődés? Azt tudom mondani, hogy erre is. Tehát ezt is elég sokan megnézik, tehát ott is az elején azért volt olyan időszak, amikor kicsit nagyobb volt, amikor kicsit kevésbé, de egyébként itt is az ilyen 100 000, 150 000 megtekintés van, tehát nagyon... Tehát igazából azzal, hogy olyan tárgyakat tudunk bemutatni, amit egyébként csak egy vitrin mögül lehetne megnézni, vagy annyira nagy, hogy nem is tudjuk elvinni egy kitelepülésre, tehát így azért mindenkihez eljut. Emellett még aktuálisan milyen játékok zajlanak, gondolok itt a kulacskeresésre, ami már kicsit az online térből kiszabadulást is jelenti. Igen, hát ezt a nyári játéknak gondoltuk, illetve hát a végén most már nyári játék lett belőle, mert hogy egy hasonló játékban gondolkoztunk a múzeum 8. születésnapja alkalmából, mert hogy azt ugye március elején ünnepeltük, illetve ez kapcsolódott is egy ilyen kisebb rendezvény, és ezt követően terveztük azt, hogy a város különböző pontjaira kitelepülünk majd, meg intézményekkel együttműködve hozunk programokat, és igazából ez a játék valahol a körül lett volna, csak hát itt ugye közbeszólt ugye ez a helyzet, és ezt most áttettük egy ilyen nyár elejé játékká, vagy illetve áthelyeztük ide erre az időszakra. Itt ugye az a lényege a játéknak, hogy egyrészt ugye azzal, hogy most már a tanévet szerencsére lezártuk, ezt szerintem szülőként is, meg a gyerekek szemszögéből nézve, a tanárokéből, meg főleg, tehát lesz lehet mondani, hogy azért egy kis fellélegzés van mindenkiben, hogy ez az időszak most így ilyen formában lezárult. Ezzel mi szeretnénk, tehát a múzeum munkáját is egy kicsit a nyári tartalmak felé irányítani, tehát szeretnénk egy kis segítséget, vagy egy kis ajándékot adni ahhoz, hogyha valaki a szabadidejét a strandon szeretné tölteni, vagy biciklizéssel, vagy bármi egyéb ilyen tevékenységgel, mert hogy ezt a kulacsot, ami egyébként környezetbarát, tehát ugye számtalanszor újra tölthető, ezt viheti magával, és még apróságok, még kisebb ajándékok is vannak benne. És hát ugye a játék maga az abban rejlik, hogy a kulacsokat a város különböző pontjain rejtik el a Paks FM munkatársai, és hát ugye figyelni kell egyrészt a Paks FM Facebook oldalát is, illetve a rádióadást, mert hogy segítséget kaphatnak hozzá a hallgatók, hogy éppen merre kell keresni a kulacsot. És ezt követően pedig, hogyha valaki megtalálja, akkor ha nagyon figyelmes, akkor látni fogja, hogy még egy kérdés is lapul a kulacsnak az aljában, tehát ha még azt is megválaszolja valaki, akkor pedig egy főnyereményre is esélyes lehet, mert hogy majd valahol július elején lesz egy sorsolás, ahol majd még a beküldött válaszokból még külön nyertest is sorsolunk. Hogy lehet elképzelni, hogyan dolgoztok, hogy találjátok ki ezeket a programokat? Van egy ötletgazda esetleg mindegyiknél, vagy így összedugjátok a fejeteket?
Hát gyakorlatilag úgy, de ez úgy zajlik, hogy egyrészt egy nagyon kreatív a csapat, mert ötletekből mindig annyi van, hogy számtalanszor vesszük észre azt, hogy most megint egy újabb feladatba csöppentünk így saját magunk által, megint jött valami új helyzet, amit meg kell oldani és csinálni kell, de igazából ezt nagyon szereti mindenki, mert hogy ettől, tehát ezért tudunk az új dolgok irányába is mindig nyitni, meg hogy a változásokra is ilyen nyitottan tud tényleg a csapat reagálni, tehát ezzel általában nincs gond, inkább az, hogy amikor meg kell valósítani mindent, akkor elegen vagyunk-e ahhoz, hogy minden egyes részfeladatra jusson elég idő, energia, ember, tehát hogy ott már a szervezés része az, ami komolyabb. De itt igazából ezekről, amikről most beszélünk, ezekben azért tényleg nagy segítség volt az, hogy mi azt eddig is nagyon fontosnak tartottuk, hogy azokat a modern eszközöket, amik manapság, amiket keresnek is a látogatók, meg ami valahol a kor igénye is, hogy tudjunk mutatni a fiataloknak is érdekes dolgokat, hogy ne ragadjunk le azon a szinten, hogy már csak a megszokott dolgokat tudjuk mondani is, meg mutatni azt is csak a nagyon hagyományos formában, hanem hogy igenis mindig próbáljunk valami olyan dolgot hozni, amitől az maivá tud válni, vagy amitől tényleg felkelti egy tizenéves gyereknek is az érdeklődését, mert azt ugye tudjuk, hogy nem annyira egyszerű ez ebben a felgyorsult világban, tehát hogy ezek azért mindig is itt voltak a prioritások között, és én azt gondolom, hogy ezért voltunk mi szerencsések ebben a helyzetben most az elmúlt 3 hónapban, hogy a számos olyan aktivitást, amit most be tudtunk emelni a napi működésünkbe, annak azért nagyon jó fel volt építve, tehát az alapjai megvoltak az elmúlt időszakból. Tehát az, hogy a virtuális valóság szemüvegünk bemutatott felvételeket tudtuk, ugye 360 fokos felvételként most az interneten közzé tenni, az, amiről ugye az előbb beszéltünk már, hogy a kiterjesztett valóság alkalmazást át tudtuk fordítani ebbe az irányba. Az is, hogy számos olyan hagyományos programunkat, amiket egyébként ugye ebben az időszakban szoktunk bonyolítani, tehát ez a május-június az a múzeum életében a legaktívabb időszak lenne egyébként, hogyha látogatókat fogadhatnánk, tehát itt a nagy rendezvényektől, tényleg a versenyeken át számos olyan program zajlana, amit egyébként ugye a múzeum falain belül rendeznénk, de most igyekeztünk ezeknek is valamilyen megoldást találni, tehát hogy azért ezek úgy a feladatok szempontjából is nagyon adták magukat, hogy igen, akkor ezt igenis oldjuk meg, hogy nem fog semmilyen program elmaradni, más formában fog tudni megvalósulni, és így, hogy most számos ilyenen túl vagyunk, például ugye majd Árpi fog beszélni a Tellerede betélkedőről, tehát itt is azt mondhatjuk, hogy soha életünkben nem csináltunk ilyet, soha nem vettek részt ilyen formában ezen a versenyzők, de nagyon-nagyon nagy sikerrel zajlott. Tehát a legjobb üzeneteket a verseny végeztével a versenyzőktől kaptuk, hogy mennyire jó volt ezen részt venni, és hogy mennyire szerencsésnek érzik ők is magukat, és hogy jó volt a szervezés, a lebonyolítás, hogy jó volt, hogy több fordulós volt, jó. Tehát hogy igazából mindent meg lehet csinálni, hogyha a csapat akarja, és szerencsére mi akartuk. Akkor a Tellerede betélkedő, hogyan szerveztétek meg, hogyan zajlott, hány résztvevővel, hogy lehetett jelentkezni? Hát igazából ugye a szokásos forma az volt, hogy csapatok jöttek a múzeumba, mindig megvolt a 3 fordulója ennek a versenynek, az egyik forduló az mindig egy előzetes feladat volt, tehát ez már ilyen tényleg a régmúltra tekint vissza, tehát még az előző verseny hagyományait követtük azzal, hogy legyen egy előzetes feladat, és hát ott tavaly találtuk ki azt, hogy videót készítsenek. És hát én azt gondolom, amikor az online oktatás megy, és a pedagógusok is videót készítenek, meg videón tartanak órákat, akkor tehát úgy gondoltuk, hogy a diákoknak is ez egy megfelelő kihívás lesz, hogy ők is készítsenek videót. Annyi változott, hogy a csapatokat nem tudtunk fogadni, tehát egyéni versenynek hirdettük meg a versenyt, és hát az első forduló megoldása, az első feladat megoldásával lehetett jelentkezni. Ott egyébként a feladatunk az volt, vagy a feladat az volt, hogy egy időjárási jelenséget mutassanak be otthoni eszközökkel, tehát gyakorlatilag egy kísérletet kellett elvégezni, videóra venni, adott esetben ezt megvágni, feliratozni, tehát azért voltak elég szép munkák, tehát azért voltak olyan diákok, akik nyilván segítséggel, de megvágták a videót, kivágtak belőle részeket, feliratozták a fontos dolgokat, tehát gyakorlatilag az időjárásra helyeztük a hangsúlyt. Aztán a második forduló az a
Gyakorlatilag ugye a múzeumban az szokott lenni, hogy ott helyben ezt elő kellett adni, tehát az előzetes feladatot be kellett mutatni, most nyilván erre megint nem volt lehetőség, akkor a második feladatban egy megújuló energiát kellett bemutatni, amit a diákok maguk tudnak használni. Tehát itt pont az volt a célunk, hogy mindenki kicsit gondolja végig az életét, ha már otthon van, és tényleg a megújuló energiát halljuk, hogy ez mennyire fontos, és mennyire fontos a környezetvédelme, hogy próbálják meg megnézni azt, hogy mire tudják használni ők a megújuló energiákat. Erről készítsenek egy kis előadásanyagot, egy dokumentumot, azt küldjék be. És hát igazából ugye itt volt az, amikor ugye rádöbbentek arra, és szerintem a legfontosabb üzenete pont ez volt a versenynek, amit a 7-es, 8-os diákoktól kaptunk meg, hogy nagyon jó a megújuló energia, nagyon jól lehet használni, és adott esetben nem is tudjuk elkerülni a használatát. Volt, aki túrázáshoz használatos eszközöket töltött napelemmel, és méreteztek, kiszámolta hozzá, hogy milyen napelemekre van szükség. Viszont jött az üzenet, hogy csak erre nem tudunk támaszkodni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt azért elég sok munkát fektettek a gyerekek abba, hogy megnézzék azt, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyan tudják egy telefon töltést, akár egy laptop működtetésére használni az energiát, esetleg kertító vízpótlására a szélenergiát. Tehát és jó volt azt látni, hogy utána számoltak, utána jártak, és rájöttek arra, hogy kell, de nem tudunk erre támaszkodni. Észre lehetett venni, hogy esetleg népszerűbb volt ez, mint a csapatban jelentkezős variáció? Látszik a jelentkezésekben különbség esetleg? Hát igazából ezt nehéz megmondani, mivel még ugye soha nem csináltunk ilyet. Ráadásul ugye azzal, hogy meghirdettük online felületen, így akkor gyakorlatilag kinyílt ugye a világ is, nem csak a teljes településekre hagyatkoztunk, hanem az országban mindenhonnan jelentkezhettek. És hát ugye amit nem tudunk igazából mérni, vagy amiért nehéz megmondani, hogy ez most mennyire volt népszerű, vagy mennyire lehetett volna még népszerűbb, az az, hogy a online oktatásban ugye a pedagógusok azért nehezebben tudták motiválni nyilván a diákokat, tehát azért az látszott, hogy ők megpróbálták, tehát azért sok visszajelzést kaptam én is ugye a tanároktól, hogy nagyon jó az ötlet, de hát a diákoknak ugye ezer dolgok van, tehát mindenkinek nehezebb dolga volt, de én azt gondolom, hogy azért az, hogy ennyi jelentkezőnk volt, meg az ország minden részéről érkeztek jelentkezők, így azért én azt gondolom, hogy azért sikeresnek mondható. Meghallottuk ugye, hogy a diákok maguk is így minősítették, tetszett nekik. Hát a diákok nagyon, tehát tényleg így a verseny után azért el is megköszönték, hogy hát ilyen még nem is vettek részt. Tehát ugye az, hogy nem az a szokványos volt, hogy beülünk egy terembe és csak a feladatokat oldjuk meg, egyébként volt feladatmegoldás is, de az is nyilván egy online tesztet kellett kitölteni. És egyébként ami érdekes volt, arról után nem is beszéltünk még, hogy voltak olyan diákok, akik nem is tanulnak még fizikát. Tehát úgy jelentkeztek fizika versenyre többen is, és hogy ez valami hihetetlen elkötelezettség van már a gyerekekben, hogyha valakit érdekel ez a terület, akkor és ez nagyon jó dolog, hogy tényleg érzett magában annyi bátorságot, hogy ő elindul egy általános iskolai fizika versenyen, holott neki az még nem tantárgya, 5. és 6. gyerekek. Hát jó, ez ugye pont a feladat megoldós résznél, ezért kijött ez a különbség, de egyébként én azt gondolom, hogy itt most figyeltem, hogy beszélgetés alatt is egy csomószor elhangzott tőlünk is az, hogy ez a nyitott szemmel járjunk, tehát én azt gondolom, hogy mi ezt próbáljuk közvetíteni, hogy a természettudomány az mindenhol ott van, tehát ha tetszik, ha nem. Tényleg egy kedves barátom szokta ezt mondani, hogy a Hertlen Károlytól hallottam ezt a kis megjegyzést, hogy van a látás fizika, tehát attól, hogy nem tudod, attól még ott van. Tehát, hogy ha nem hiszel a gravitációt, alma le fog esni a fáról, tehát ez nem kérdés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az üzenet viszont a gyerekeknél nagyon jól megjelenik. Tehát ők ezért nagyon tisztában vannak ezzel, hogy a természet közelében van, tehát főleg a természet közelében vannak. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell tartani, és valahogy ezt próbáljuk fenntartani, hogy igenis figyeljünk oda a környezetünkre, figyeljünk oda ezekre a jelenségekre, a változásokra, és ezeket csomószor ugye fizikai tételekkel, törvényszerűségekkel lehet magyarázni. De ez igen, és pont ehhez kapcsolódik az is, hogy azokat a megállapításokat sokszor ugye maguktól vonják le a gyerekek, ugye, hogy ez a fizika verseny kapcsán is ugye előjött, hogy az atomenergetikáról se nekünk kell olyan módon véleményt mondani, vagy súlykolni a mi álláspontunkat, hanem egyszerűen, hogyha megismertetjük a tényekkel, a látogatóinkat, vagy azokat az érdeklődőket, akik tényleg szeretnének erről többet tudni, akkor elég meggyőző tud az is lenni, amit magyarázatképpen hallanak. Tehát, hogy egyáltalán nem úgy kell ezt elképzelni, vagy legalábbis, aki még nem járt a múzeumban, az lehet, hogy nem tudja, de hogy igyekszünk ezt a munkát úgy végezni, hogy tényszerűen, tényleg azokra a tudományos eredményekre koncentrálva, azokat a fő sarokpontokat megmutatva,
nem presszionálni a látogatókat, hanem ezáltal esetleg ráirányítani a figyelmet valamire, amit lehet, hogy maguktól nem gondoltak volna, vagy amivel nem szembesültek volna egyébként, de tényleg ez egy nagyon jól működő gyakorlat, ami nem csak a gyerekeknél, de a felnőtteknél ugyanígy tud működni. Igen, és egyébként ugye most pont ugye, ahogy így nagyjából a versenyfeladatokat is megemlítettük, hogy tehát egyáltalán nem az volt a lényeg, hogy az atomerőműről, meg az atomenergiáról szóljon a verseny. Ez egy fizika verseny, és a fizikai jelenségek kapcsán tényleg eljutottak a gyerekek erre a következtetésre. Tehát ők annyit kaptak feladatnak, hogy nézzék meg, hogy mire tudják a megújulót használni. És amikor elkezdett utána számolni, megnézte a lehetőségeket, akkor rájött, hogy nagyon jó szükségem van rá, de nem tudok mindent megoldani ezzel. Visszatérve a nyárra, ugye már a nyárban nyúló kulacskereső játék mellett mi az, amit még terveztek? Mentek a nyári szünetre? Hát majd azért szeretnénk, igen, szabadságra is menni, mert hogy igen, elég aktív volt az elmúlt pár hónap, de ugye azokat a tartalmakat, amiket a nyári időszakra tervezünk, azokat már egyrészt kezdtük is ugye bevezetni a gyerek nap alkalmával is, mert hogy azért itt évvége felé már azért hoztunk olyan tartalmakat is, amelyek nem csak a tényleg a tananyaghoz, meg szorosan véve a tanévhez kapcsolódtak, tehát így jött gyereknap körül a mesekönyvünk is, amit be tudtunk mutatni, illetve azon a héten végig olyan gyerekeknek szóló játékokkal, Árpinak az élő bejelentkezésével, tehát ott nagyon sokféle programmal igyekeztünk megtalálni a gyerekeket, tehát hogy ezért volt ennek már előszele ennek a nyári időszaknak. Most még, amiket tervezünk, ezek egyrészt kapcsolódnak a mesekönyvhöz is, amit ugye említettünk, hogy ez egy alkalmazásból letölthető anyag, tehát hogy bármelyik áruházból, ha valaki az okos eszközére szeretné ezt letölteni, akkor megtalálja a Élet az atomerőműben címmel ezt a kis mesekönyvet, ami animáltan mutatja meg azt, hogy mi is zajlik az erőmű falain belül, hogy nem egy misztikus dolgot kell elképzelni, hanem végig lehet szépen járni az energia útját, tehát ezt most már a mai naptól, illetve már azt mondom, hogy az elmúlt két hétben most már le lehet tölteni, tehát ez bárki számára elérhető, és ehhez tervezünk majd még ezen az alkalmazáson belül, illetve lehet, hogy az alkalmazásnak más neve lesz, de ehhez kapcsolódnak majd még aktivitásaink. Erről most még talán többet nem is beszélünk, de ezek is a nyári hónapok folyamán remélhetőleg végig tudnak majd futni, tehát ezek a munkák is lezárulnak, illetve jövünk még a kísérleteknek is nyári verzióival, amik ugye szintén erre utalnak majd, hogy nem a tananyaghoz kapcsolódó, hanem már egy kicsit olyan oldottabb légkörben, más eszközökkel, más szemszögből fogjuk meg, de hát ugyanez lesz a lényeg igazából, a tudomány az tudomány, meg ami a lényeg az. Pont ezen gondolkodtam, hogy akkor is a tananyaghoz fog kapcsolódni, ha azt mondjuk, hogy nem, de mondjuk tehát tényleg az olyan kísérletet, amit mondjuk egy fizika órán nem tudunk bemutatni, tehát nincs rá hely. Hát meg egy kicsit lehet, más lesz, igen. A nézőpont, ahonnan igen, igyekszünk tehát a témákat megfogni, az egy kicsit oldottabb lesz. Igen, azért tehát azt kicsit lehet másik mondani, hogy tartalom lesz. És még ezen felül még tervezzük azt is, hogy elkészült tavaly egy olyan kiállítási eszközünk, ami nagy sikert aratott például már Brüsszelben is, mert ezt már vittük külföldre, mivel azokat a kiterjesztett valóság tartalmakat, amiket ugye egyesével is meg lehet nézni, ezeket összesíti egy ilyen totem formájában, ezt mi interaktív tudáskapszulának hívjuk. Tehát ennek vannak hagyományos részei is, tehát vannak rajta szöveges tartalmak. Ha valaki nem szeretné itt a telefonját vagy a tabletet használni, akkor ugye végig tudja venni időrendi sorrendben, hogy mik azok a fő mérföldkövek, amik az atomenergetikát meg az erőmű életét érintik. Tehát ezt foglalja magába ez a kiállítási tárgyunk, és ezt terveztük, hogy a város különböző pontjaira majd kihozzuk, meg tudjuk ezt mutatni itt is, tehát főleg addig, amíg nem tudunk a múzeum falain belül is látogatót fogadni, akkor ez is egy jó lehetőség arra, hogy nem kell a múzeumtól elszakadni, mint ahogy az elmúlt pár hétben is törekedtünk erre, hogy igazából be lehet tekinteni a múzeum kiállítóterébe is, meg el lehet érni azokat az információkat, tartalmakat, amiket megszokhattak a látogatók a múzeumban, tehát hogy ezek elérhetőek továbbra is, ezeket érdemes majd figyelni a város különböző pontjain, ezek jönnek még nyáron. Ugye a Múzeumok Éjszakája az országos program, most a hagyományos rendezvényei elmaradnak, terveztek-e mégis valamit ezzel kapcsolatban?
Most ez országosan is úgy igazából nem marad el, mert hogy meghirdetik a szervezők, csak egy online programként, egy online eseményként, és ehhez kérték a különböző intézményeknek is a részvételét, tehát ebbe be lehet csatlakozni ebbe a programba, meg lehet mutatni kiállításokat, műtárgyakat, lehet adni különböző tartalmat, amelyeket ők is továbbosztanak és népszerűsítenek, tehát ebbe ilyen módon fogunk tudni részt venni az idén, tehát ennek most más megvalósulási formája nem lesz, viszont ebben igen, tehát ebben mindenképpen valamilyen módon részt veszünk, illetve hát most jó eséllyel a kiterjesztett valóság alkalmazásból veszünk olyan műtárgyat, ami talán egy tőlünk távolabb élő érdeklődő számára is hordoz olyan információt, illetve azzal, hogyha mondjuk egy műtárgyat 3D-ben meg tud nézni, vagy hogy ez felkelti az érdeklődését, akkor ez jelenthet számára is egy újdonságot, vagy akár egy későbbi látogatási lehetőséget. Tehát ezt is tervezzük, illetve felmerült még az is, hogy esetleg a kísérletek közül valamelyiket még megosztjuk, vagy akár többet is, hát ez majd attól függ, hogy a szervezők is ezt milyen formában fogják tudni koordinálni. Itt reméljük azért, hogy hamarosan, hagyományos formában és személyesen is a múzeumban is találkozhatunk. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönjük! Ennyi fért mai magazinunkba, tartsanak velünk legközelebb is. További szép estét, viszontlátásra!